Elképesztő történeteket, rémtörténeteket hallunk a kórházakról, szakellátásban történtekről, az egészségügyben dolgozók állapotáról, ugye szörnyű adat, de az egészségügyben dolgozóknak az egészségügyi állapota rosszabb, mint a magyar átlag. Tehát akiknek a mi gyógyításunk, a hivatásuk, ők betegebbek, mint mi. Ebben, mint ebben a tenger benne van az egész magyar egészségügynek minden kínja és baja. És semmi figyelem megint a kormány részéről. Nem csinál semmit ez a kormány az egészségügyel, pedig mindenhol ég a ház, de ahol leginkább ég, és amiről talán a legeslegkevesebbet beszélünk, az az alapellátás. A házi orvosi szolgálat össze fog omlani, ha nem teszünk valamit sürgősen. Egyre több a betöltetlen praxis, egyre idősebb a házi orvosi állomány, egyre kisebb az utánpótlás, egyre kevesebb ember akar menni házi orvosnak. Össze fog omlani a házi orvosi szolgálat, az alapellátás, és magával fogja rántani az egész egészségügyet. És nem tesznek semmit. Még nem is beszélnek róla. És ugye, mivel az orvosok is félnek így, sok esetben ők sem mernek beszélni róla. A Jobbik kormány egyik első dolga, feladata az lesz, hogy megmentse az alapellátást. Hogy megbecsülje anyagilag, társadalmilag a házi orvosokat. Hogy újra vonzóvá tegye ezt a pályát. És persze millió egy más feladat lesz még. A várólisták csökkentése, a krónikus betegségek gyógyszerár támogatásának növelése, a demencia, mint a jövő nagy problémájával is kezdeni kell valamit. Hogy itt van még egy dolog, egyet hagyj említsek még, a magyar társadalomnak a fogászati helyzete, állapota. Szörnyű. Szörnyű a magyar társadalom ilyen szempontú állapota is, és az orvostudományról és az orvostudománytól tudjuk, hogy ez nem csupán esztétikai probléma. Számtalan betegségnek a szövődménye a fogaink állapotából fakad. Vagyis ha a leendő Jobbik kormány, már pedig erre készülünk, nagyobb segítséget akar nyújtani a magyar embereknek, a magyar társadalomnak a fogászati helyzetük javításához, akkor nem csupán egyénenként segít ezeken az embereken, hanem a magyar egészségügynek is segít, hiszen egy csomó olyan betegség megalakul, vagy megelőzhető, ami egyébként kialakulna. Tehát terhet veszünk le az egészségügyről.